Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai beszélgetés címe végfelszámolás, avagy extrém többlethalálozás a világban. Érintettük már ezt a kérdést, azt hiszem akkor, amikor november végén, november 15-én, valójában előre megadták ezt a dátumot, hogy ugye november 15-én fogja elérni a világ népessége a 8 milliárdot, vagy meghaladni a 8 milliárdot. Ez aztán így is volt, persze. Ebben van egy ilyen egyenidejű számláló, World Meter, azon állandóan követni lehet az előző napot, illetve az adott év eddig eltelt időszakát, és hát többé-kevésbé valószínű, fogadjuk el, hogy ez pontos, más nem nagyon tehetünk, már érintettük ezt a problémát, hogy ha elkezdjük az alapvető adatok kétségbevonását is, akkor jó Istenem, de nehéz ezt kimondani, szóval akkor minden összeomlik, értitek? Tehát elemezni csak úgy lehet, hogyha az ember hát az adatokban, a tényekben, tehát amiből kiindul, premissza, tehát amiből egyáltalán kiindulunk, azt adottnak veszi. Tehát nem nagyon tehetünk mást, valamilyen adatbázis mindenféleképpen el kell fogadnunk. Én is ezt teszem most, ezt csak azért bocsátom előre, mert ahogy látjátok, tehát demográfiai, globális demográfiai kérdésekről lesz szó. Most majdnem azt mondtam, hogy hál' Istennek most éppen nem a háborúban foglalkozunk, pedig dehogy nem. Hát nyilván ez is a háború része, annak a ontológiai, tehát annak a létháborúnak a része, amit szellemi értelemben ugye nem látunk pontosan, de a szószoros értelemben a bőrünkön érezzük ennek következményeit. Tehát a mai naplóbejegyzés alapvetően néhány tényből, adatból kiindulva, demográfiai, globális demográfiai adatból kiindulva azt a kérdést teszi fel, hogyha az a tendencia, ami most már a Covid után is, tehát miután maga a járvány lecsengett, tehát a Covid után is meghökkentően magas többlet halálozást tartalmaz, majd mondani néhány adatot ezzel kapcsolatban. Nem nagyon terhelek benneteket számokkal, csak ugye ezt a kérdéskört nem nagyon lehet számok nélkül feldolgozni. Tehát van néhány alapvető mutatószám, amelyeken mindenféleképpen el kell gondolkodni ahhoz, hogy egyáltalán fel tudjuk tenni a kérdést, és aztán az sem egyszerű feladat, hogy a kérdést megfogalmazzuk, és hogy utána megpróbáljunk válaszokat találni erre a kérdésre. A kérdés legalábbis primér szinten, tehát az, hogy az még csak érthető, hogy a Covid két éve alatt, ez lényegében 2020 és 2021, mert aztán 22 tavaszán vagy 22 első hónapjaiban hát lényegében lecsengett a járvány, tehát nagyjából egy jó két év, mondjuk 2020 márciusától mondjuk 2022 márciusáig tart maga a világjárvány, és a halálozás azt követően, tehát 22 tavaszától a Covid-ként nyilvántartott halálozás már mondhatni szinte jelentéktelenné válik. Tehát ebben a két évben, mondjuk azt, hogy akkor 20-21, ott még teljesen érthető, hogy elég jelentős többlet halálozás mutatkozik, de már ott is felmerül egy nagyon fontos kérdés, mert a Covid halálozás sok összessége erre a két évre, tehát 2020-ra, és 2021-re alig haladja meg a 6 milliót. Ám a többlet halálozás, tehát a World Meter szerint ebben a két évben a többlet halálozás viszont 15 millió. Tehát a halálozások száma több mint kétszer olyan, az összhalálozás, tehát még egyszer mondom, a világ összhalálozásáról van szó,
az több mint kétszer akkora, tehát nagyjából 6 millió, vagy valamivel több mint 6 millió a COVID halálozás, és 15 millióval nőtt a többlet halálozás. Csak hogy nagyságrendileg el tudjuk helyezni, ez azt jelenti, hogy az előző két, mondjuk az béke év, tehát 18 meg 19-hez képest, az akkori éves 100, illetve az akkori éves 57 milliós, alá nem egészen 57, 56-57 milliós halálozás, ami ugye két évre számítva, hát megközelítőleg 115 millió, azt megelőző években is általában ennyi volt, ilyen 55, 56, 57 millió volt az éves halálozás, és mondjuk 18-19-re vonatkozóan, kicsit leegyszerűsítve, valamivel kevesebb, de 115 millió volt két évben a világon az összhalálozás. A COVID alatt ez 130 millióra emelkedett, tehát összességében ebben a két kritikus évben 15 millióval többen haltak meg, mint az előző két békeében. Hát ez a legfontosabb összehasonlítási alap. Miközben a COVID-ba, tehát a hivatalos nyilvántartások szerint a COVID-ba csak 6 vagy 6,5 millióan haltak bele. Tehát ugye itt is van egy majdnem 10 milliós többlethalálozás, ami nem írható, vagy legalábbis nem közvetlenül írható a COVID rovására. Itt a bontással, mármint a halálokok szerinti bontással se megyünk sokra, mert nagyjából az derül ki belőle, hogy minden halálok esetében nagyjából egyenletesen emelkedett a halálozás, tehát hogy a többlethalálozás viszonylag egyenletesen oszlik el, vagyis elég nehéz olyan feltevést találni, ami meg tudja magyarázni azt a majdnem 10 milliós többlet halálozást, ami a COVID felett van. Hát nyilván, hogyha az egy vagy két halálokra lenne visszavezethető, akkor könnyebb volna a dolgunk, de nem könnyű a dolgunk, mert viszonylag egyenletesen oszlik el. Slightly, némileg talán gyorsabb a növekedése ebben a két évben a rákhalálozásnak, ez kétségtelen, nem jelentős mértékben tér el az összes többi halálokban mutatkozó növekedéstől, de kétségtelen az magasabb, de itt is adódhatna tulajdonképpen egy viszonylag egyszerű magyarázat, persze azért óvakodnunk kell minden egyszerű és kézenfekvő magyarázattól, mert nyilván az elég komplex kérdésről van szó, ami ugye abból adódik, hogy mivel az egészségügyi rendszerek túlterheltekké váltak a járvány csúcspontján, ezért a daganatos betegségek kezelésére értelemszerűen kevesebb energia, meg hely, meg lehetőség, meg erőforrás jutott. Ráadásul maga a stressz, hát nyilván nem volt jó hatással a daganatos betegekre, tehát itt még talán valamennyire érthető is, hogy itt gyorsabban növekedett a halálozás, mint más halálokok esetében, de nincs igazán meggyőző magyarázat mindenre. De ami igazán érdekes, az az, és ma talán erre kellene leginkább összpontosítanunk, hogy a járvány lényegében 22-ben már nem nagyon befolyásolta a világ halálozási folyamatait, és mégis a többlethalálozás nagyjából ugyanazon a szinten maradt. Tehát még a béke évben mondjuk 57 millió körül van, tehát 18-19-ben az éves halálozás 57 millió körül van, 22-ben ez megközelíti a 66 milliót, és az év eddigi tendenciái szerint egész biztos, hogy ebben az évben is, tehát lassan most már két olyan évről fogunk beszélni, jó, még persze csak februárban tartunk, de
de hát egyre inkább úgy fest a helyzet, hogy azért a tendenciák azt látszanak igazolni, hogy ez a többlethalálozás meglepő módon, mert most már a Covid semmiféleképpen nem magyarázza, továbbra is fennmaradt, tehát 6-7 millióval, vagyis több mint 10%-kal magasabb szinten ragadt be a többlethalálozás az előző évekhez, tehát a járvány megelőző időszakához képest. Ráadásul van még egy nem lényegtelen mozzanat, amire aztán végképp nem volt példa, illetve hát egyetlen példa volt, majd azt mindjárt mondom, az elmúlt évtizedek során, ez a születésszám radikális visszaesése. Tulajdonképpen a létszám, tehát a világ létszám növekedésének jelentős visszaesése, tehát a járvány előtti időszakban minden évben körülbelül 140 millió volt a születésszám. Itt most a születésszám a tavaly például a 132 milliót se érte el, tehát több mint 8 millióval csökkent egyetlen év alatt, pedig ugye most már nincs járvány, és a járvány időszakához képest is 8 millióval csökkent a születés, ami még nagyobb eltérés, mint a halálozás esetében. Tehát a halálozásnál a növekedés olyan 6-7 millió, a születéseknél viszont valamivel több mint 8 millió a visszaesése a születéseknek, és ezért van az, hogy ugye 14-15 millió, tehát a kettőből adódik, tehát hogyha növekszik a halálozás, és csökken a születésszám, akkor ez azt jelenti, hogy az eddig megszokott 80 milliós növekedéshez képest, tehát évi 8, több mint 80 milliós népesség növekedéshez képest tavaly már csak 66 milliós volt a népesség növekedés, és szinte biztosnak látszik a tendenciák alapján, hogy ebben az évben ennél is kevesebb lesz, nagyjából olyan 65 millió, vagy mondjuk 65 millió alatt lesz a növekedés, illetve a növekedés egésze, a népesség növekedés egésze a világon. Ez már ugye kicsit előre futottam, ennek az arányszámát is mondtam volna. Az járvány előtti években, közvetlenül, tehát 18-ban, 19-ben ilyen 1,1% volt az éves növekedés, tehát ugye közel 8 milliárdos népesség, és össznépesség, és ennek az 1,1%-a, tehát ilyen 80 valahány milliós volt az éves népesség növekedés, ami ugye 1,1-1,12 ezreléknek felelt meg. Ez radikálisan csökkent, és a járvány alatt is 1% felett volt, vagy 1% körül volt. Ez tavaly 0,88-ra ment vissza. Ilyen növekedés, tehát 0,88-as növekedés valamikor 100 évvel ezelőtt jellemezte a Föld népesség növekedésének ütemét. És a legmeghökkentőbb az, hogy ez egy viszonylag járvány szempontjából, meg különleges halálokokat tekintve egy teljesen nyugodt és normális évben történt meg. Az most ne tévesszen meg minket, hogy az ukrán-orosz háború pontosan a 22 egészét jellemzi, mert azért ennek a halálozási, vagy akár halálozások növekedése Oroszország Ukrajnában, illetve a születésszám visszaesése, ami persze mind a két országban végbe ment, de az tökéletesen elhanyagolható. Tehát az nem egy nagyságrend, a globális számokban természetesen ez semmilyen mértékben nem tud megjelenni, hiszen a két ország együttesen is csak a töredékét teszi ki a világ népességének is, és hát azon belül azért a háború ellenére, aminek persze az áldozatainak a pontos számát nem tudjuk, százezres nagyságrendű, de itt 60-70-80 milliókról beszélünk, és azért azt pár százezres eltérés, még ha óriási tragédia is, természetesen nem tudja
befolyásolni. A második világháború óta, tehát a népesség éves növekedésének üteme az a 100 évvel, tehát valahol a 20. század első évtizedében jellemző növekedési ütemig esett vissza, egy béke évben ebből a szempontból, ez mindenféleképpen elgondolkodtató. A második világháború óta egyetlen olyan év volt, illetve hát egy három éves időszak, amikor olyan brutális eltérés volt a halálozásban is, meg a születésszámban is az előző évekhez képest. Ezek, mondom így a számot, meg a helyet, 1960 és 62 között, de valójában három évről van szó, 60, 61, 62 és Kína. Ez a nagyugrásnak nevezett katasztrofális politikai terrorakció sorozat volt, most a részletekben nem érdemes belemenni, ugye tulajdonképpen az 50-es évek végére esik ez a kísérlet, csak a brutális következmények jelennek meg demográfiailag 60-61-62-ben, akkor három év alatt 30 millió volt a többlethalálozás Kínában, és körülbelül 25 millió volt a születésszámban való visszaesés. Hát ez valóban elég megdöbbentő, és a világ akkori népességéhez képest, hiszen még csak 3 milliárdos a világ népessége, akkor Kína népessége meg valahogy 600-650 millió körül van, tehát a jelenleginek kevesebb, mint fele, a világ népessége meg alig több, mint egy harmada a mainak. És ott értelemszerűen ez döbbenetes mértékben megmutatkozik, tehát ha látjuk a grafikonokat, az az egyetlen, tehát a második világháború óta az az egyetlen olyan kiugrás, ami még a világháborúk demográfiai látványtechnikájánál is durvábban jelenik meg ezekben a hosszú távú trendekben, tehát ez az egyetlen, tehát a két világháború, meg a kínai nagyugrás az, ami a globális népesedési folyamatokban érzékelhető, tehát a grafikonokon is érzékelhető, illetve ez a mostani. Tehát, és még egyszer mondom, nem elsősorban a Covid az érdekes, mert az még csak érthető, hanem hogy a Covid utáni évben, most már azért egy évvel, tehát márciusban akkor legalább egy év telik el a Covid óta, és a többlethalálozás, illetve ami még zavarba ejtő, az ennél is jelentősebb születésszám visszaesés, az, ami, és akkor itt jön a lényeg, amire nem csak hogy válasza nincsen az uralkodó demográfiai elméletnek, hanem a kérdés sem teszi fel. Tehát eltelt egy év, és teljes csend, nincs, egyszerűen nem létezik a kérdés az uralkodó demográfiai elméletben, és persze, hát egy felnemtett kérdésre értelemszerűen válasz sincs. Ott Kína esetében, tehát a nagyugrás esetében a világ, maga Kína, de a világ is gyorsan visszapótolta azt az iszonyú tragédiát, hogy három év alatt, tehát 30 millió többlethalálozás és 25 millió születésszám visszaesés, de most semmiféle lehetőség, és a jele sem látszik annak, hogy ez a visszapótlás bármilyen formában végbe menjen, már csak azért sem, mert nem tudjuk az okokat se. Tehát ott a nagyugrás esetében nem volt félreértés, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy ez miért történik, most viszont egyáltalán nem tudjuk, hogy miért történik, az uralkodó demográfiai elmélet pedig hallgat. Ne hamarkodjuk el a választ, én is legfeljebb választkísérletre, illetve hát hipotézisek megfogalmazására tennék kísérletet. Gyakran elhangzik, és szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy én is fontos kérdésnek tartom ezt, hogy a vakcina, tehát hogy ugye szóval több milliárd adagot kiosztottak a világban, és hogy hát persze egyre reálisabb kérdésként merül fel, azért második Nürnberg még nincsen,
és nem is valószínű, hogy lesz, de a felelősségre vonása a nagy vakcina gyártóknak, hogy hát igenis, maga a vakcina is, azt most ne feltétlenül vonjuk kétségbe, hogy a COVID ellen is sárkány ellen sárkányfű, hogy a COVID ellen is hatott, de attól még elképzelhető, hogy kockázatai és mellékhatásai még annál is súlyosabbak voltak, pláne hogyha hosszú távon szemléljük. Tehát ez is egy reális kérdés, de nagy valószínűséggel egyetlen év alatt ilyen brutális változás talán az önmagába véve nem tud okozni. Másrészt ezzel kapcsolatban azt a kérdést is fel kell tennünk, persze ebben az esetben, különösen akik már is második nőben gondolkodnak, ahol majd a Big Pharma-t nagyjából úgy lehet háborús bűnösként elítélni, mint a nőbengi perben. Ennek egyelőre természetesen nyoma sincs, és szerintem nem is lesz, hanem inkább arra kellene összpontosítanunk, hogy de simán megcsinálták velünk. Tehát most ezt persze szóvá kell tennünk, meg mindent meg kell tenni, hogy a Big Pharma adjon választ a kérdéseinkre, de közben azért nem árt arra sem figyelni, hogy lehet, hogy most már éppen valami egész mást agyal ki ellenünk, vagy már zajlik is az a valami, amit ugyanúgy, mint kés a vajban fog véghez vinni, mint sajnos a vakcinákkal kapcsolatos tetteit is, amire még egyszer mondom, egyelőre nincs minden kétséget kizáró bizonyíték, és szerintem egyhamar nem is lesz, de attól még a kérdés természetesen reálisnak látszik. Egy valamivel mindenféleképpen számolnunk kell, és ez az, hogyha a világ növekedési üteme mondjuk 10 éven keresztül ilyen gyorsan esik vissza, mint ahogy most, a COVID után, tehát nem is a COVID alatt, hanem a COVID után, akkor nagyjából egy évtizeden belül megáll a világ népesség növekedése, ami hát azért már remélhetőleg, ha ez bekövetkezik, valóban olyan probléma lesz, amire azért a demográfia csak fog legalább kérdést feltenni, és aztán valamiféle válaszkísérlet is születik. És abban az esetben onnantól kezdve már valóban zajlik az emberiség felszámolása, hát ezt másképpen nem nagyon értelmezik. Most nem hozom elő ezt a proli versus technoevolúciós hipotézisemet, hiszen már nagyon számos alkalommal ajánlottam megértő kegyeitekbe, de ebben az esetben akár, és a következő évtized ebből a szempontból mindenféleképpen kritikus lesz, el kell gondolkodnunk azon, hogy valóban elindult-e az emberiség szisztematikus vagy nagy részének szisztematikus felszámolása. És végül csak címszószerűen azokat az alapkérdéseket is végre fel kellene tenni. Én megpróbálkozom ezeknek a kérdéseknek a feltevésével, csak az az érzésem, most majd ebből kiderül, és ez nem mentegetőzés, én tudomásul veszem, hogyha kevésbé érdekelnek benneteket ezek a kérdések, szerintem fontos az a valami, ami globális demográfia, de például fel kellene tenni azt a kérdést, nem is azt, hogy mennyi embert bír el a Föld, hanem például azt a kérdést, hogyha az emlős állatokra, a Földön élő emlős állatok mindegyikére igaz az, hogy a biomassa az meghökkentően konstans. Tehát ha kicsi a testtömeg, akkor sokkal nagyobb a létszáma, illetve ha óriási a testtömeg, lásd elefánt vagy mondjuk kékbálna, akkor abban az esetben kisebb az egyedszám. Tehát konstans a biomassa, tehát a millió tonnákban kifejezhető ösztömege az adott élő lénycsoportnak. Ez az ember esetében is többé-kevésbé belőhető, és ez sajnos azt igazolja vissza, ami egyébként az elmúlt 5000 évben, beszámítva az elmúlt néhány száz évet, mindig igaz is volt, hogy az emberiség normális létszáma, ha a földi élet szövetébe akarunk harmonikusan beilleszkedni, akkor az valahol 100 és 200 millió között van. Ettől még mondhatjuk azt, hogy de mi kivételes és különleges élőlények vagyunk, mert nekünk technológiánk van, de hogyha éppen azt látszik bizonyítani mindez, hogy ezzel a technológiával inkább magunkra gyújtjuk a földet, vagy tönkre zúzunk mindent, akkor nem biztos, hogy ez az adekvát magyarázat. Most aztán arról nem is beszélve,
Hogy például azon is el kellene gondolkodnunk, hogy mégis különösen ezzel a technoevolúcióval, hogy mégis meddig szeretnénk ideiglenesen a Föld területén alkalmazkodni, és elhiszem, hogy ezek látszólag cinikus kérdések, de attól még léteznek. Tehát valamilyen módon mégiscsak kísérletet kellene tenni arra, hogy mindenféle illúziók helyett a Föld, mint hatalmas és hihetetlenül komplex élő rendszer alapvető összefüggéseibe próbáljuk elhelyezni azt a valamit, ami az emberi létezés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.